Sok szeretettel köszöntöm vendégeinket. Köszöntöm az alkotókat, a gyerekeket és a kedves szülőket. Külön köszöntöm Továrini Perémi Orsolya intézményvezetőnket, Murányi László intézményvezető helyettest. Két vendégünk is van, két partneriskolánk igazgatója, Horváth Lévince Judit és Raffai Gábor, és őket is sok szeretettel köszöntöm. 17 év telt el az első kiállításunk óta. Akkor is itt a Csekovszki Művelődési Házban tartottuk ezt a kiállítást, 20 gyerekem volt, most 90-en vannak, és amint látható, mindenhol rajz van. Ezen a termen kívül még van két terem, azt is ajánlom figyelmükbe. Érdekes, izgalmas tanév volt ez is, mint a többi, és különleges is. Különleges volt, mert egy nagyon nagy versenyre készültünk egész évben. A kisebb gyerekek kevésbé érzékelték ezt, de a nagyobbak igen, hogy az országos grafikai verseny, ami a tanév kiemelt eseménye volt, erre nagyon sokat készültünk, szinte az egész év erről szólt. Meg is lett az eredménye. A háttérben már nem, de eddig képeket láthattak a legjobb pillanatainkról, és azon látszódik, hogy a munka mellett azért nagyon vidáman teltek ezek az órák. Ez a kiállítás keresztmetszete az egész éves tevékenységünknek, aminek, mint mondtam, kiemelt eseménye volt ez az országos grafikai verseny. A feladatainkra rányomta bélyegét, hogy ez a verseny lezajlott, és ennek egy külön termet szenteltem. Egy kisebb terem itt mellettünk, csak grafikákkal van tele, érdemes megnézni, mert nagyon szép munkák láthatók ott. Feladatokat emeltem ki, pedig meg művészetről beszélünk, és ez ellentmondásnak tűnik. Ahhoz jobban, hogy majd művészetről beszélhessünk, fontos a tanulás, a technikai tudás megszerzése, hogy ezen a gondolatainkat ki tudjuk fejezni. Erről szól ez a kiállítás. Ebben az évben külön tematikája nincsen, nincs címe ennek a kiállításnak. Az lehetne a címe, hogy a legjobb munkáink. Amikor végignézik a kiállítást, hajlamosak a szülők rá, hogy azt nézik, hogy kinek hány rajza van. Ne lepődjenek meg, a legtöbb gyereknek csak egy rajza van a kiállításon, a legjobb rajza. Akinek több van véletlenül, az tényleg csak a véletlen műve. Amikor készülök a kiállításra, akkor nem csak bepaszpartúzom a rajzokat. Itt most több mint 200 rajz látható. Szerencsére volt segítségem a kolléganőm, és egy tanítványom is. De a másik nagyon fontos kérdés, hogy ki nyissa meg a kiállítást. Mert hát nem én nyitom meg ezt a mai kiállítást. Művész, esetleg a kerületi önkormányzati képviselő, alpolgármester, polgármester. Ez ugye mindig kérdés. Ebben az évben egy olyan embert választottam, aki megnyitja majd ezt a mai kiállítást, aki, ha a szívemre hallgatok, akkor minden évben vele nyitatnám meg. Mert ő az, aki nagyon jól ismeri a munkánkat, az első pillanattól kezdve végigkíséri. Ő az, aki minden eseményünkről filmet készít, gyerekekkel riportot, ezt nem minden pillanatban szeretik, de riportokat készít, pedig hát nem vagyunk már közvetlen kollégák. Aki ma a kiállításunkat megnyitja, Raffai Gábor, a Diadaluti Iskola igazgatója, úgyhogy felkérem őt, hogy nyissa meg ezt a mai napot. Szépen köszönöm. És ha megkérhetem, akkor, amit az előbb hiányolt, szerintem elindulhat a vetítés, szerintem az sokkal érdekesebb lesz, mint engem nézni, és elég lesz engem csak hallgatni. Ne! Erre gondoltam. Tisztelt diákok, tisztelt szülők, kedves Bea, kedves Orsi, igazgató helyettes úr. A mai hagyományos tanévzáró kiállításra készülve jegyzeteim közt kezdtem el lapozgatni, gyűjtöttem ötleteket.
mit is mondhatnék? Arra döbbentem rá, hogy legutóbb 2008-ban álltam itt előttetek, illetve az akkori diákok előtt. Akkor a Művészeti Iskola 40. a képzőművészeti tagozat 10. születésnapját ünnepelte. Az akkori archívum fotóit nézve elmosolyodtam a 2008-ban már több fővárosi, országos és nemzetközi verseny eredményt hátuk mögött tudó 16-17 évesek hajdani kislányos mosolyát látva az első kiállítás csoportképén. Előttem van az első divat bemutatókra készülő és lázában égő lányok toporgása a festett sejemruháikban, az elkészített kis ékszerek, amelyeket úgy gonddal készítettek. Jó érzés volt rápillantani a nemzeti lobogókkal díszített szárnyát táró plakátokról, ránk mosolygó Európa tündérre, első nemzetközi rajzkiállításunk, az otthonunk Európa szimbólumára, visszaidézni az Árkád bevásárlóközpont hatalmas húsvéti tojását guggolva, hasalva a festő lányok büszke vidámságát. Fényképek őrizték a közösséget építő ausztriai és olaszországi művészeti táborok napét, a Rákos-ligeti és a szlovákiai divat bemutatók emlékét, a szlovákiai kiállítások pillanatait. Ez volt a 8 évvel ezelőtti múlt. Az akkori időutazást az újabb 8 évre visszapillantással folytatva, egyszerre fájó és büszke szívvel mondhatja a tagozatvezető, hiszen ötte beszélgettünk itt a kiállítás berendezése közben, az akkori gimnazista tehetségígéretei ma már diplomával a kezükben külföldön kezdik meg karrierjüket, építve mindarra, amit itt tanultak. Az itthon maradók pedig beváltották a beléjük vetett bizalmat kicsit másképp. Páncsics Lívia a kékszalag vitorlás verseny arculat tervének megálmodója. Niguján Lilla és Bodnár Hedniatta pedig tanár segédi jobb keze Beaninének, és talán ez a legszebb, mikor a tanítványok kezdik mesteri szárnyról találgatásokat hajtani mesterük mellett. Miért is mondom mindezt? Mert rátok, fiatalabbakra, és ez várhat. Ez kecsegtet benneteket. Ezt az utat ti fiatalok ugyanígy bejárhatjátok a kreatív papírruháidokkal és a profi modellekre megálmodott ruhák tervezésével, a Bartók teremben látható mozaik falatok megálmodásával, elkészítésével, az országos grafikai festészeti versenyekről elhozott díjakkal, a neves képző és iparművészeti szakközépiskolákban letett sikeres felvételi vizsgáitokkal, mint újabb és újabb lépcsőfokokkal haladhattok a sikeres elődeitek nyomdokain. De mindehez türelem, kitartó munka és ütőképes tehetséget érlelő idő kell ebben a motiváló, tehetségeket nevelő műhelyben. A mai képek közt sétálva 90 gyerek rajzait tekintetitek meg a 6-tól a 18 éves korosztályig, és a mustra az idei tanév törekvéseinek keresztmetszetét adja. Az előző évekhez képest most kevesebb tanulmányrajzzal találkozhatnak, a képek inkább portrék, tájképek, életképek, műalkotások, parafrázisai. A technikák változatosak, ceruzatól, tus, monotípia, hidegtű és linometszet, akvarellek, tempera, pasztel és akrélmunkák. A témák és technikák egyrészt tanári sugallatot követnek, másrészt a különböző versenyek kiírásainak tesznek eleget, de minél érettebb a növendék, annál több és több szabadságot nyer, csal ki magának a megkötések csatáiból. Érdekes ezt a játékot megfigyelni rajtuk. Rálelhetnek, ahogy ezt Beanini mondta, tőlem balra található kis teremben, tehát rálelhetnek olyan munkákra is, ahol az idősebbek a mintafotók és valóságelemek adtak képi ötletekből a megszerzett technikai tudásnak és a kiiskolázott látásmódnak köszönhetően a hideg látványból unikális, egyéni hangulatot árasztó virtuális valóságot építenek, meghaladják a másolást, és egy izgalmas képet költenek. Még akár egy portréban is, amelyet láthatnak a másik kis teremben. Ezek azok a munkák, melyekkel a gyerekek országos versenyeken díjakat szereztek, díjnyertes pályázati munkát, illetve a már említett neves művészeti középiskolákban sikeres felvételit tettek. A Diadauti Általános Iskola igazgatójaként külön öröm volt látni a rajzok alkotói közt jelenlegi és volt tanítványi munkáit.
Hennyit is látva, hisz ő is a diákunk volt. Büszkék vagyok, büszkék vagyunk rájuk, illetve én is, illetve köszönöm, hogy a csapat tagjai, és így örömmel pillantatok itt is rájuk. Ha a lassan 18. születésnapját ünneplő tanszakot a 8 év elteltével köszönteni szeretném, ismét az akkor, azaz 8 évvel elmondottakat szeretném visszaidézni, mert időtlenül igazak a mai tanszakra is. Hát nem, aztán nem mondom, hogy bölcsebbet, de okosabbat nem tudok mondani. Ezt akkor írtam le, amikor kollégák azt mondták, hogy persze, hát beállnom könnyű, mert jó nyersanyagokkal dolgozik, tehetséges gyerekeket nevel, és hát ugye az étköznapi tanár száján ez bizony könnyen kicsúszik. És akkor utána gondoltam a 10. születésnapra készülve, és most azt idézzem, hadd idézzem ide, amit akkor leírtam utoljára, és befejezem lassan. Az emberi gyengeségekkel, az önállósodási igényekkel bíró fiatal tehetség ígéreteket okosan vezetni, motiválni, a bemutatkozások legoptimálisabb kereteit megteremteni, az ehhez nélkülözhetetlen partnereket, szponzorokat összegyűjteni és megtartani, nem könnyű feladat. Itt tehát a jó működésnél nem csupán a fővárosi díjjal is hajdanában elismert képzés szakszerűségét, de a művészeti, menedzseri munkát is értékelnünk kell, és ezt a szülőknek is látni kell. Ezeknek a fiataloknak a képei mindig magukkal ragadnak, imádom őket lefényképezni, virtuális keretbe rendezni, hiszen újra és újra rácsodálkozok az érettebb növendékek képeiről áradó hangulatokra, színvilágra és a már-már felsejlő gondolatiságra. Szeretek a kiállításokon rácsodálkozni arra, hogy milyen ügyesen vezetik őket, és vezeti őket a tanszak vezető asszony. Sok sikert kívánok az iskolának, további 8-10 éveket kívánok, és köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen ezeket a szép szavakat. Jó volt visszaemlékezni. Sőt, ennek most nagyon fontos szerepe lesz, úgyhogy vissza kell húznom. Addig kell ez a másik szavak. Ennek ugyanis nagyon fontos szerepe lesz mostanában, hogy mert ugyanis most egy olyan produkció fog következni, ami még eddig nem volt. Mindig, amikor van ez a rendezvényünk, akkor szoktam meglepetés vendégeket hívni. Szerintem a rajzosaim közül már mindenki táncolt, de ez azért nem marad el ma se egy szám erejéig. Akkor kell majd ezt fölhúzni, most még nem. Most viszont a másik két vendégemet szeretném bemutatni nektek. A gyerekeknek nem kell bemutatnom, hiszen tavaly még ez a két lány, aki most következni fog, még a növendéken volt. Tavaly ünnepeltük őket azért, mert felvételt nyertek a Képző és Iparművészeti Szakközépiskolába animáció szakra. Ha azt a szót halljuk, hogy animáció, az ugye nagyon sok mindent takar, de a gyerekeknek, hogy egyszerűbben lefordítsuk, hát a rajzfilm is ide tartozik. Tehát ez a két lány lehet, hogy egyszer majd rajzfilmet fog készíteni. De most még nem tartunk itt. 6 pici kis etűddel készültek, egyébként ezek iskolai feladatok. Hoztak rengeteget, ezeket választottuk ki, szerintem ezek nagyon érdekesek. És mielőtt levetítenénk ezt a pár filmecskét, rövid lesz ez a összesen 6 perc. Én megkérem a két lányt, hogy segítsetek nekem pár szóval elmondani, hogy mit fogunk látni. Abban nyilván nem tudunk nagyon belemenni, hogy hogy készülnek ezek, de biztos egy-két adatot tudnak erről mondani érdekességként. Úgyhogy felkérem Szilágyi Petra Lilit és Kovács Rékát,
akik jelenleg a képzési iparművészeti szakközépiskola 9-es növendékei, de tavaly még az én növendékeim voltak. Gyertek! És Pálin segített minket ezen a nehéz időszakon át, amikor küzdöttünk azért, hogy felvegyenek minket ide, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Ugyanis nagyon érdekes ez az iskola, rengeteg rajzóra van, és mindenhol rajzok vannak. És ez a szak talán a legijesztőbb, mert erről nem tudja senki se, hogy lényegében mit foglal magában. Ez önmagában foglalja a filmet, az animációt, minden képet, amit mozog, akár láttuk a tévében, reklámokban, bármit. És mi ezt tanuljuk meg lényegében létrehozni és megcsinálni. A szakon eleinte elég kis, tehát nem foglalkozom túl bonyolult dolgokkal, csak kicsi animációkat csinálunk, mindenféle kezdetleges dolgot, és mi ezeket hoztuk el, igaz, ezek nem olyan fantasztikusak és zseniálisak, de hát mindenkinek el kell kezdeni valahol, és mi azért mutatjuk meg nektek, hogy tudjátok, hogy mi mit is csinálunk ezen a szakon. Ugyanis amikor bekerül az ember a szakra, csak kapkodja a fejét, hogy képek, meg ceruzák, meg padok, meg világít, meg villog, és akkor senki nem tudja, hogy hol kell elkezdeni, de mi most megmutatjuk, hogy mi hol kezdtük el. És Réka elmondja nektek röviden, hogy miket fogunk most látni. Körülbelül 6 kisebb részletből vágtuk össze ezt a szintén kis etűz filmet, amik általában csoportban készültek, és más-más technikákkal, mert ezek inkább mind technikai gyakorlatok voltak, hogy megértsük, hogy hogyan is működik, amit mondjuk a tévében látunk, vagy amit majd egyszer mi szeretnénk csinálni. Fogunk látni papírkivágást, amikor papírból vágtunk ki formákat, és úgy mozgattuk őket, és fotóztuk le, hogy ez egy élő kis film legyen. Aztán volt olyan, amikor rajzainkból lett film, és még meg annyi sok technika van, de mi csak párat hoztunk, amiket most így évelején mutattak nekünk. És hát jó szórakozást hozzá, reméljük tetszeni fog.
just could not last for me. Aki a Silhouette Majorette csoportnak tagja, edzője Bakalás Orsolya, és őt úgy nézzétek meg, hogy országos harmadik helyezett. És ezután fog következni az, ami talán mindenkinek a legfontosabb, hogy megnézzük, hogy milyen eredmények születtek ebben az évben. I can't make them stay. At least that's what people say.
Köszönjük szépen, Miki nem csak ügyesen rajzol, hanem nagyon jól táncol is. Most az a rész fog következni, amikor szeretném kiemelni az eredményeiteket. És hát ugye ez olyan, hogy mindig kell húzni egy határt. Tehát gondoltam, hogy legyen az első határ az, hogy ki milyen tehetséges. Na, ez nem volt jó, mert akkor 90 gyereknek kéne most oklevelet adnom. A következő az volt, hogy na jó, akkor legyen az, hogy ki milyen szorgalmas. Hát ez sem működött, mert itt is 90 oklevelet kellett volna adnom. És az igazgatón én nem örült volna, hogy teljesen a színes nyomtatójából a festéket kifogyasztom. Aztán, na, gondoltam, lesz, ami lesz. Egyik korán reggel, amikor még nem volt bent, bementem, és nagyon sok, szerintem majdnem 50 oklevelet kinyomtattam. Nem tudja? Most tehát azokat a növendékeket fogom szólítani, először oklevelet fognak kapni, akik, és így fogalmaztam meg magamnak, hogy fáradhatatlanul kiemelkedőek voltak egész évben. Tehát a tehetséges, a szorgalmas kiesett. Jó? Tehát fáradhatatlanul. Na nézzük. Felkérem Továriné Perémi Orsolyát, hogy adja át az okleveleket. Segíteni fog Henni néni. Én pedig majd mondom a neveket. Aki a nevét hallja, kijön. És miután átvette az oklevelet, tudom, hogy nem szeretitek. Menjen fel a színpadra, hogy aztán a végén tudjunk egy fotót csinálni, egy közös fotót. Na hát akkor kezdjük. Egy nagyon ügyes kicsi növendékemet fogom hívni, aki fáradhatatlanul dolgozott egész évben, Tarjáni Anna. Menj fel a színpadra. A következő növendékem, Henni nénivel egyetértésben, Tóth Petra. Gratulálunk. Következő kicsi növendékem, aki fáradhatatlanul dolgozott, Vince Dániel. Újabb kisfiú következik, Fazekas Kristóf. Iskolai csoportomból Dudás Simonetta. Gratulálok. Váradi Patrik. Váradi Patrik. Ember következik. Ebben az évben nagyon sok fiú van, és ennek nagyon örülök. Varela Csorba Mátyás. Szintén oklevéllel szeretném jutalmazni a tevékenységét Abaházi Rómeónak. Régi növendékeimnek mondom, és megint egy fiú fog következni. Társi Dominik. Presztel Gréta. Idei felfedezett, egyik felfedezettem, aki fakultációban van nálam rajzban, érdemes majd megkeresni a rajzait, Balatoni Anna. Szintén diadalos csoportból, Uta Evelin. Ikics Milénát is szeretném megdicsérni nagyon.
Szőcs Vélik Nóra. Nem hozzám jöve. Csopják Dorina. Garami Lilla. Nincs vége. Ebben a tanévben 6 növendéken volt, aki 6. osztályos volt, és mind a 6-an alapvizsgáztak. Mégpedig kitűnően. Ezért szeretném átnyújtani az oklevelet, de először csak 4 gyereket szólítanék. Andrijevics Nikolett. A nincs itt, mentségére szolgáljon, hogy rajzérettséggel készül. Remélem tanul. Zászkalicki Judit. Következő növendékem, akit szeretnék szólítani, mert kiváló alapvizsgát tett, Varga Dóra. Rajzból fog érettségizni, valószínűleg tanul. Előbb láttátok Vikit táncolni, de alapvizsgát is tett, mégpedig legkisebbként kitűnően, úgyhogy Győr Viktória. Versenyünk is volt, ahol a Merzsemocsár természetvédelmi területről festettünk. Ez nem volt könnyű, nem is mondom, hogy szerette mindenki ezt a feladatot. Sok gyerek nyűgnek érezte, de akiknek sikerült, őket szeretném szólítani. 3 gyereket fogok hívni, de ez a 3 gyerek nem első, második, harmadik, hanem mind a 3-an elsők. Az első, aki első lett, Habib Martina. Ezen a házi versenyen szintén első lett Herczel Réka Csenge. És első lett még ezen a rajzversenyen Tóth Ákos. Növendékemet fogom szólítani, akiket azért, mert lehet, hogy később még róluk fogunk hallani. A új növendékem, akit először fogok hívni, én nagyon meglepődtem, találkoztam már ilyen növendékemmel életem során, de ritka. Hozzá kell tennem, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő a legtehetségesebb, hanem azt jelenti, hogy nála már kiskorban jelentkezett valami csíra. György Virág. Hogy mennyire nem egyforma mindenkinek az útja, ugyanilyen kis feltörekvő tehetség. Ő már régen növendékem, de valahogy most tűnt fel, már még kisgyerek, Tartsa Gréta. És a harmadik növendékem Gedeon Sára. Nem fejeztem be. Drámai ez a zene. Sokat beszéltem ma az országos grafikai versenyről.
Az országos grafikai versenyen mondtam, hogy ha nem mondtam volna, de ma már valahol mondtam, hogy hatan bejutottak a döntőbe, de nem csak hatan indultak. A házi válogatón tovább jutottak. De aztán ugye a zsűri az valamilyen szempontok alapján válogat, és végül nem válogatta be őket a döntőbe, de majd ha megnézik a munkájukat, az ő rajzai is kiválóak. Csia Boglárka. Nagyon szép a munkája, a mellettünk lévő teremben látható. Patai Hermina. Következő növendékem akárbe is kerülhetett volna, de mint a felnőtteknek is, nekünk is van egy nagy problémánk, az idő. Sőt, két ilyen növendékem fog következni. Az idő, az mindig kevés. Bármikor kezdjük el, ha évelején elkezdjük, akkor is tudja, hogy nincs kész időre. Mondjuk év végére. Cissy Young, Swing Erzsébet. Gratulálok. Van még egy ilyen növendékem, mert ő is mindig nagyon elfoglalt, de nagyon szorgalmasan dolgozik. De nem vagyunk kész időre. Takács Zita. Gratulálok, Zita. Következő növendékem. Ezért a növendékemért, azon kívül, hogy a grafikai versenyen indult, és nagyon szép a munkája, majd meg lehet nézni az ő munkáját is, sokat kellett izgulni. Mert elég késő derült ki, hogy alakul a felvételi. De végül is sikeresen. Sommer Nikolett a következő növendékem, aki egyben felvételt nyert a Jasik Álmos Művészeti Szakközépiskola grafika szakára. Most nézzük azokat a növendékeket, akik felvételit nyertek, bekerültek a döntőbe, és esetleg ott milyen módon szerepeltek. Ja, itt vagy, Niki, jól van. Két kategóriában indultunk. Ez a harmadik, ami az általános iskolás 7.-8. korosztályt takarja, és a negyedik kategóriában, aki a 8. és a középiskola alsó, nem is alsó, egész 11-ig tartott. Tehát elég tág a kategória, és nagyon sokan indult. Nagyon sokan jutottak be a döntőbe, különösen a harmadik kategóriába. Egyszerűen reménytelennek tűnt a helyzetünk. 30 gyereket válogattak be a döntőbe, ez nagyon sok. De a 10. helyezést ért el, és nagyon szép munkával, és nagyon fárasztó versenyről beszélünk. Baranyai Anna, gratulálok! Másik növendékem ebben a kategóriában 9. helyezést ért el, Balogh Katica. Ez Anna. És Katica. Katicáról el kell mondani, érte is izgulnunk kellett, mert felvételizett a Szent László Gimnázium rajztagozatára. Mondanom csak el, simán bejutott. Igen ám, de milyen az élet? Ennek persze van egy pozitív, meg egy negatív oldala. A pozitív oldala, hogy nálam folytatja. A negatív, hogy nem a rajztagozatot választotta végül, hanem ebbe a gimnáziumban azt hiszem kémia, biológia, de javíts ki. Tehát a Szent László Gimnázium a rajztagozatra simán felvételt nyert, de nem azt választotta. Biológus lesz. De fog rajzolni továbbra is, majd lehet, hogy halakat. És jöjjön a negyedik kategória, amire azért voltam büszke, mert a negyedik kategóriában már nem volt olyan sok gyerek, ezért reménykedtem, hogy itt valamit történnie kell. Hát körülbelül 15-en voltak, hiszen ezek már gimnazisták, tehát a mi iskolánkban az már egy vékonyabb réteg.
És ebbe a kategóriába 4 növendékem is bejutott. Hát ez nagy dolog. Országos 9. helyet ért el Blanco Eszter. Következő növendékem, akit szeretnék megemlíteni, hát ő érte is nagyon sokat izgultunk, mert ő a lányok nyomdokait fogja követni. Nálunk a középiskolák közül, ami rajzzal foglalkozik, azért a csúcsok csúcsa a képző és iparművészeti szakközépiskola. Ide bejutni nem kis teljesítmény. És ha visszaemlékeztek, hát nem tudom, hogy a gyerekek mennyire emlékeznek, de én azzal zártam a tavalyi évet itt, hogy van egy jövő reménységünk. És hát én erre a lányra gondoltam, hogy hát reménységünk, hogy hátha felveszik. Tehát ebben iszonyú sok munka volt, ez azt jelentette nála, hogy hétfő, kedszer, de csütörtök, minden nap rajzolt. De meg is lett az eredménye. Na kezdjük először az országos versenyen. Az országos versenyen 7. helyezett lett, és felvételt nyert a kisképző textil szakára Kovács Laura. Az országos versenyen most 2 olyan növendékemet fogom említeni, akik hát egyben nem, még őket nem is említem. Nem említem. Majd később. Helyettem egy olyan növendéket fog következni, aki szintén a képző és iparművészeti szakközépiskolában nyert felvételt, egy fiatalember, Brinczik József. Ötvös szakra. Növendékem, míg hozzám járt, lehet, hogy már múlt időben fogok róla beszélni majd, jövőre. Lehet, hogy vendégünk lesz, nem tudom. De most még növendékem, és izgulnunk kell érte. Ő most fog érettségizni, remélem itt van. És eddig számtalan eredményt hozott az iskolának, a tanszaknak, és most a Budapesti Metropolitan Egyetem művészeti karára a képi ábrázolás szakra fog felvételizni. Napokban lesz a felvételi, tehát érte izgulni kell, nem tudom, remélem itt van Vörös Viktória. Itt van, jól van, szuper. Ja, és rajzból is érettségizik, igaz, hogy nem nálam, de érettségizni fog. Most a végére hagytam 3 növendéket. Ami közös bennük az az, hogy 4. továbbképzősök. Ez azt jelenti, hogy nincs tovább, nincs több évfolyam. És ketten már valamelyes pályán vannak. És azért köszönöm nekik, hogy még mindig engem is választottak, mert hát magasabb szinten tanulnak már tovább. Először Kladiva Annát szólítanám, ő már 2 éve a kisképzőbe jár, de nálam is megmaradt. Büszke vagyok rá, hogy még itt volt, és az országos grafikai versenyen külön díjas volt, úgyhogy gratulálok. Sajnos büszkék nekem, de örülök, hogy eddig itt voltál. Akitől szintén búcsúzni szeretnék, hát persze nem végleg, mert valószínűleg egyszer van, dég lesz itt. De ez a drámai zene, ez nagyon jó, mert még izgulni kell érte. Ugyanis azt nem tudom, mennyire tudjátok, hogy hát persze rajzzal nem csak művészpályára lehet menni. Sok mindent lehet csinálni, hova kell a rajz. Többek között mérnöki pályára is kell. Emese, mert Köncöl Emese lesz a következő, akit hívnék, ő a Budapesti Műszaki Egyetemre
felvételizett, a rajzi felvételén már túl van. És azért ez ilyen drámai, mert ez, az itteni rajzi felvételi az olyan, képzeljétek el, mert tudjuk, hogy a mérnöknek matek fizika kell, ez a legfontosabb, vagy nagyon fontos. És ebből nyilván valamelyik tárgyból emelt szintű érettségit tett, vagy még fog érettségizni. Viszont a rajz az olyan, hogy megfelelt, vagy nem felelt meg. És ha nem felelt meg valaki, akkor nincs tovább. Akkor hiába kiváló matematikából, fizikából. Hát ez egy elég nehéz kérdés. Túl vagyunk a felvételi, láttam a rajzait, én nagyon bízom benne, hogy nem lesz probléma, legalábbis rajz miatt nem. Tehát göncölemesen. És egy fiatalembert hagytam itt a végére. Hát érdekes fiatalember ő is. Rengeteg eredményt hozott az iskolának. Még a diadalba tanítottam őt, és egyszer egy rajzórán mondta, hogy hatodikos volt, hogy ő rajzi pályára megy tovább. És mondom, hogy hova jársz rajzolni? Hát mondtad, sehova. De ő tud. Hát mondom, ha sehova nem jársz, akkor hát járhatnál akár a művészeti iskolába is rajzra. Nem kellett sokat győzködni, és mindjárt az első évben, tehát tényleg egy fél év telt el, amikor a fővárosi versenyen, fővárosi komplex rajzversenyen második helyet ért el. És én innen számolom az ő pályára készülését. Aztán sorolhatnám, mert kigyűjtöttem róla egy csomó adatot múltkor, egy másokból kifolyólag. Na, a lényeg, amiért viszont most fogom őt szólítani, nem ez a hetedikes teljesítmény, hanem az országos grafikai versenyen országos harmadik lett, úgyhogy gratulálok, kumbarkodás! Most már nehéz rávenni, hogy itt legyen, de még sikerült. Mondtam neki, hogy azért el kell búcsúzni valahogy, nem, ez akkor egyszer csak nem jövök. És hát akkor ennyi volt az eredmény, de mivel mondtam az elején, hogy mindenki szorgalmas, tehetséges, és akár mindenkinek adhattam volna valamit, hát nyilván ez véges, majd jövőre. De van egy, ami mindenkinek jár, és ez, aki már régebb óta növendékem tudja, hogy egy eseményen záródik ez a rendezvény, az pedig egy torta evéssel. Úgyhogy, amit a szülőknek köszönhetünk, úgyhogy a szülők nem lennének, akkor ez a torta sem lenne. Úgyhogy köszönjük szépen, én azt gondolom, a gyerekek most a szülőket tapsoljuk meg, hogy egész évben... Egész évben támogattak bennünket, akár eszközökkel, akár azzal, hogy a gyerekeket versenyre kellett hozni. Tehát rengeteg mindent köszönhetek nekik, nélkülük ez nem jött volna létre.